Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban aranygaluskát készítünk, ami egy nagyon-nagyon finom kelt tésztás desszert. Kellemes, puha tésztából készül, apró kis galuskákat szaggatunk. Ezt megforgatjuk majd bőven olvasztott vajban, darált dió és cukor keverékében. Megsütjük, és természetesen nem maradhat el a hozzá tökéletesen passzoló vanília sodó sem. Ennek is meg lesz a receptje a videóban. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készült ez a finom desszert, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Most nem fogok egy olyan óriási adagot csinálni, úgy döntöttem, hogy most kevesebb is elég, tehát amennyit a képen láttok, ahhoz a mennyiséghez 350 g búza finom lisztre, 1,5 deci tejre, 50 g kristálycukorra, 40 g vajra, egy egész tojásra, 20 g friss élesztőre vagy 5 g porélesztőre lesz szükségünk, emellett pedig egy kis vanília kivonatra és egy citromreszelt héjára. Nekem az most nem volt, úgyhogy ilyen citromos cukrot adtam hozzá, nem a legjobb, de most ez is megtehető. Első lépésként a 1,5 deci tejet melegítsük meg mikróban, hogy olyan kellemesen langyos legyen. 1-2 teáskanálnyi cukrot adjunk hozzá a teljes mennyiségből, majd morzsoljuk bele az élesztőt, keverjük el és tegyük félre egy kicsit. Tegyük egy tálba a lisztet, a cukrot, az egész tojást, az olvasztott vajat, majd adjuk hozzá a meleg cukros tejben feloldott élesztőt. Ezután nincs más dolgunk, mint egy szép egynemű tésztává gyúrni, géppel vagy kézzel, kinek hogy szimpatikusabb. Amikor összeállt a tészta, én még szeretem a pulton is átgyúrni, hogy jobban érezzem, hogy kell-e még bele esetleg egy kis liszt. Én még egy ilyen 10-15 g lisztet hozzáadtam, ezzel alaposan átgyúrtam, így kellemesen lágy volt, de mégsem ragadós. A jól kidolgozott tésztát egy tálba helyezem, majd lefedem és meleg helyen keresztem körülbelül egy órán keresztül. Az aranygaluska összeállításához szükségünk lesz 18 deka darált dióra, 12 deka kristálycukorra, körülbelül 18 deka vajra, de lehet, hogy egy kevés maradni fog, valamint valamilyen sütőformára, nálam ez most egy 26 cm átmérőjű tortakarika, lehet nyugodtan jénajtában sütni, bármilyen kenyérformában, amiben jól esik, úgyhogy én most ezt választottam, érdemes kivajazni előtte. A jól megkelt tésztát most átgyúrom még egyszer, ezután lisztezett felületen kinyújtom. Ezután a kinyújtott tésztát kiszaggatom egy pálinkás pohár segítségével, mert méretben az felelt meg így nekem a legjobban. Körülbelül ilyen 3-4 cm átmérőjű galuskákat fogok készíteni. Természetesen lehetnek ezek a galuskák nagyobbak is, csak akkor valamivel jobban fog érvényesülni maga a tészta, és hogyha van kedvetek, türelmetek, kisebbeket is lehet készíteni, az egy kicsit melósabb, de nagyon jól érvényesül a diós, cukros, vajas töltelék. Egyébként sokan késsel vágják a galuskákat, ez már annyira részletkérdés, hogy teljesen rátok van bízva, szerintem így a legesztétikusabb, ha ilyen kis kör alakot kapnak. Következő lépésként a kivajazott formát is jó vastagon megszórom ezzel a cukros dióval, hogy minél több jusson az aljára is. Majd a kiszaggatott galuskákat először belemártom az olvasztott vajba, majd meghempergetem ebbe a cukros diós keverékbe. A kész galuskákat ne tegyük túl távol egymástól, de nem is kell túl szorosan, nőni fognak, kelni fognak, azért legyen helyük, de mégis legyen egy tartása végül az egész süteménynek, úgyhogy nagyjából, ahogy így a videón látjátok, akkor a távolságot hagyjatok köztük. Amint végeztünk az összeállítással, és marad még egy kevés dió vagy olvasztott vaj, nyugodtan szórjuk azt is rá, vagy öntsük rá, ártani nem fogunk vele, csak még omlósabb és még finomabb lesz. Most tegyük félre meleg helyre, körülbelül egy fél órára, még egy kis kelesztést adunk neki, mielőtt megsütjük. Most készítsük el a vanília sodót, ehhez szükségünk lesz 3 tojássárgájára, 6 deci tejre, 120 g kristálycukorra, 10 g kukoricakeményítőre. Nagyon finom vaníliás íze lesz, hogyha valódi vaníliát használunk. Én most egy fél vanília rúd kikapart magjait fogom beletenni, de természetesen vanília kivonat, aroma, vaníliás cukor is megteszi, hogyha nincsen más.
Hosszában ketté vágom a vaníliarudat, csak az egyik felére lesz szükség, ezt tegyük a vágófelületre, tegyünk rá egy kisebb kést, és a pengével óvatosan úgy kaparjuk ki belőle a kis fekete magokat, és ezt tegyük a tejbe. Tehát elkezdem forralni a 6 deci tejet a vaníliarúd kikapart magjaival, ez idő alatt pedig a kristálycukrot elkeverem a keményítővel, hozzáadom a 3 tojássárgáját, valamint egy kevés tejet, hogy valamivel könnyebben lehessen elkeverni, és egy szép csomómentes pépet készítek belőle. Ez idő alatt megkelt valamelyest a tésztánk, ahogy látjátok nagyon puha, most már készen áll a sütésre, 170 fokra előmelegített sütőben körülbelül 30 percig fogom sütni, és ez idő alatt pont befejezem a vaníliasodót is. A forró tejből egy keveset hozzáöntök a tojásos masszához, ezután az egészet visszaöntöm a fazékba, és egy sűrű krémet főzök belőle. A sodon kellemesen besűrűsödött, nem kell olyan pudingállagúnak lennie, mint egy főzött krémnek például, mert ugye sokkal-sokkal kevesebb a keményítő benne, valamennyire össze kell, hogy egy kicsit kapja ezt a krémet a keményítő, de pont annyira, hogy még folyós maradjon. El is készült a finom aranygaluska, gyönyörű aranybarna lett, és nagyon kellemesen ropog az a diós cukros réteg, ami rajta van. A tészta is pihepuha, jól kidolgozott, nagyon kellemesen érezni benne azt a kis citromot, amit hozzáadtam, úgyhogy ezt mindenféleképpen javaslom nektek is, frissen, melegen fogyasszátok, és jöhet rá bőven a vanília sodóból, úgy lesz a legeslegfinomabb. Ennyi lett volna ez a videó mára, én remélem, hogy tetszett nektek, és ti is kipróbáljátok majd ezt az aranygaluskát. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!